Épp néhány perccel jelentettem be Gyöngyösen a főtéren, hogy indulni fogok egyéni országgyűlési képviselőjelöltként itt a Heves 2-es számú választókerületében. Az ellenfelem nyilván Horváth László lesz a Fidesz képviselőjelöltje, őt kívánom legyőzni az itt élő embereknek, a ti támogatásotoknak köszönhetően, segítségével. Ez viszont nem lesz egyszerű munka, meg kell teremtenünk a változásnak a szövetségét, amiben helye van minden ellenzéki párt szimpatizánsának, helye van a bizonytalanoknak, és helye van azon fideszes szavazóknak is, akik ma már úgy érzik, hogy igenis szükség van a változásra. Én Horváth Lászlót tisztelem, korrekt kultúrált kapcsolatunk van, de alkalmatlannak tartom erre a feladatra, mármint hogy ezt a térséget képviselje, ugyanis az én alapállításom az, hogy az itt élő embereknek sokkal jobban kellene élniük, ők nem élnek olyan jól, mint a térség adottságai alapján élhetnének. Székesfehérvári adottságaink vannak, és észak-kelet-magyarországi viszonyok között van ez a választókerület, és ez nem az emberek bűne, hanem a politikái. Ezért kell változás, nem csak itt egyébként, hanem az egész országban. Az ország éléről Orbán Viktornak, ennek a választókerületnek az éléről pedig Horváth Lászlónak kell mennie 26-ban. Az a program, amit én ajánlok, a Jólét és a Lendület programja, jólétet szeretne teremteni, mert ahogy mondtam, sokkal jobban kellene itt élni az embereknek, és lendületet szeretne adni ennek a választókerületnek, mert stagnálunk. Nem tudjuk kihasználni a lehetőségeinket. Sokkal többre lennénk képesek, és sokkal jobbat érdemelünk ebben a választókerületben. Úgyhogy a következő hetekben és hónapokban várok mindenkit, aki szeretne csatlakozni a Változás Szövetségéhez, aki a Jólét és a Lendület programjához szeretne csatlakozni, vagy a véleményével segíteni ennek a programnak a minél jobb elkészülését, megvalósulását. De most itt egy olyan helyszínen vagyok, ami az én életemben nagyon fontos. Az elkövetkezendő hetekben ilyen helyszíneket is szeretnék megmutatni, minél többet. Nem csak Gyöngyösen egyébként, hanem a választókerület többi pontján is. Ez a helyszín pedig itt és most, hát hogy kezdjük az elején, az én általános iskolám. 4-es számú általános iskola, amit ha már inkább felsővárosi általános iskolaként ismernek az emberek. Én ide jártam általános iskolába, itt töltöttem 8 évet, nagyon szép 8 évet, és ami eszembe jutott elsőként, visszaemlékezve ezekre az évekre, az az, hogy én 6 évesen a barátaimmal 1,5-2 kilométerre laktunk innen, gyalog jöttem, szülői felügyelet nélkül. Aztán amikor az iskola véget ért, akkor gyalog mentünk haza, vagy éppen busszal, ami épp rendelkezésre állt. És a kérdésem az, ami nyilván egy költői kérdés, hogy ezt ma megmeri-e tenni egy szülő? Elmeri-e engedni a gyermekét az iskolába egymaga? Elmeri-e bocsátani őt az iskola egymaga, hogy hazamenjen? És erre nyilván a válaszunk az, hogy nem. Én egy olyan országért és egy olyan választókerületért és egy olyan városért szeretnék majd dolgozni, és ehhez kérem a támogatást, a bizalmat, az együttműködést, ahol a szülők ezt újra megtehetik. Ahol újra biztonságban érzik a gyermekeiket, az iskolában, az iskolán kívül, az iskolába tartva, vagy az iskolából hazafelé. Ez szerintem egy kulcskérdés, egy nagyon fontos kérdés, úgyhogy ezért is fogok dolgozni, erről is fog szólni a program, és aztán majd szépen bemutatom a többi helyszínt is, és a többi programpontot is, tartsatok velem!